Kényelmes kanapé, játékok, könyvek, színes ceruzák. Barátságos környezetet alakítottak ki a gyermekfájdalomkezelő ambulancián a kórház Huszárúti telephelyén. Egy gyógyszercég és az Alpokalja Daganatos Gyermekekért Alapítvány jóvoltából Újperinten élő családok segítségével valósult meg a beruházás. A mintát a Betesda kórházból hozták, ahol már 10 éve német példa alapján működik a fájdalomkezelő centrum. 10 éves korosztályban minden 12. gyermeknek van olyan szintű fájdalma, hogy vagy mindennapos panasza, vagy folyamatos fájdalma van, 10-es skálán 5 fölötti erősségű, és olyan fájdalma, ami rontja az életminőséget. A fájdalomkezelés kultúrája sokat változott az elmúlt időszakban. Személyre szabott terápia és érzékenyebb hozzáállás jellemző. Vegyük figyelembe az igényeket, a valódi igényeket. Mi az, ami kell a családoknak azon túlmenően, hogy amit mi tudunk, azt végigcsináljuk. Mi az ő igazi problémájuk. A krónikus fájdalom szervi ok nélküli, bármely stresszfaktor előhozhatja. Ami egy nagyon régi látásmód, hogy ez pszichés, és nem is fáj neki, csak mondja, ez nem igaz. Tehát hiába nincsen szervi oka a fájdalmuknak, ők érzik ezt a fájdalmat, megélik ezt a fájdalmat, egyre inkább fáj nekik. És mi tulajdonképpen, miután organikusan kizárták a jelenlévő biológiai lehetőségeket, illetve kizártuk azt, hogy az a biológiai betegség magyarázná az ő jelenlévő krónikus fájdalmát, ezek után a pszichoszociális részt mérjük fel. Például azt, hogy mennyit jár iskolába, van-e hobbija, mi a helyzet a barátokkal. A gyerek mellett az egész családdal elbeszélgetnek. A komplex kezelést, terápiát team munkában végzik az orvosok. Jövő héten kezdődik a rendelés, szerdánként fogadják a pácienseket. Egy teljes körű szervi kivizsgálást követően juthatnak ide a gyermekek és családjaik, méghozzá szakorvosi beutalóval. Ez lehet házi orvosi beutaló, és lehet klinikai szakorvosi beutaló is. Az interneten keresztül e-mailen kérhetnek időpontot. Először kérdőíveket küldünk ki, amit a gyermeknek és egyik szülőjének kell kitölteni, és hogyha azokat visszakapjuk, akkor adunk időpontot a családoknak. A beszélgetések nyomán tanácsokat, javaslatokat fogalmaznak meg a szakemberek, és ha sikerül ezeket betartani, már 3 hónap után látványos lehet az eredmény.